Még nem igazán. Szerintem menjünk el Positanóba. Hát ott vagyunk. Vagyis ott vagyunk. Na, Sorrento. Tudja az ember ezt a sok kis település nevet. Kínai turista mindenhol van. Vagy Japán. Vagy Japán. Dudája, nem tudom, mi a baj neki Dudága. Hát ez állt ki. Ez a parkoló. Nem állunk meg itt. Idáig jöttél? Ezért Dudáltál? Ez beszarás. Nem, hát itt a Gergő nem tud följönni, mert vízol, hogy elmegyünk. Azért mondtam neked, hogy szerintem menjünk. Valami meredek. Iszonyú meredek. Hát sok, meg sok a lépcső. Lehet, hogy a végén lépcső is van. Annak meg semmi értelme, hogy kibúcsan, csak a lényeg. Hát meg este még úgy is sétálni akarunk. Itt jöttünk. Itt stoptábla van, Sorrento balra. Építkeztek ide, azt nem. Egymás egyre átállt. Hát, nézd, nem. Mindenképpen úgy kezdek, hogy először felépül egy ház. Igen. Aztán egy másik mellé, egy harmadik, és aztán megtalálják a helyet. És innentől kezdve, mondjuk a Sorrentói félsziget eleve a végignézed, ez adja magát ezeknek. Igen. A kéglitnek. Valaki nagyon régen ide tette a nyaralóját, és onnét kezdve beindult. Gondolom, nem ma. Hát nem ma az. Az ember elnézett építkezés, ez olyan 20-as, 30-as évek, 40-as évek. Nem, hát jó, vannak régebbi villák is, de... Megtámaszkodott a párkánya. Egyszer nem értettem, mit akart a Palja a parkolóba. Édesapám, ezt már soha nem tudjuk meg. Mindegy, mert itt is visszafordultunk volna. Így van. Persze. Ebben az a vieség, minek állítod, ha elállít, érted? De nem is az, hogy álljak másik helyre, vagy... Színes tömör építkezése miatt, nem? Mint a többi. De
színes a többihez képest. Hát. Össze-vissza van rakva, tehát... Hát ahova tudtak építkezni. Mennyire, nem az, hogy mennyire van, nem minden épület úgy karban tartva, vagy valami nem, érdekes. De hogy szép, az biztos.